aznap írta alá Áder János a Lex Ceutörvényt, és ezért egy spontán demonstráció kezdődött meg a Sándor palotánál, és onnan indultunk el a belvárosba, csavarogtunk, egyet spontán tüntettünk, tehát amerre ment a tömeg, én mentem velük, és kikötöttünk a rádiónál. A rádiónál már megjelentek a rendőrök, és akkor mindenki Európát kiabálta, mindenki azt mondta, hogy az Unióban akar maradni, mindenki mondta, hogy demokráciát akar, és akkor ott beszélgettünk a barátainkkal, hogy hogyan tudnánk kitűzni az EU zászlót oda a rádió székházra, és akkor felhajtottak engem, három fiú hajtott föl. Leszerettem volna jönni, addigra a lent lévő rendőrök a könygázt bevetették, a tüntetők hátrébb léptek mindannyian, akik engem felhajtottak, őket hátraszorított kézzel eltolták onnan a rendőrök, tehát nem tudtam lejönni sehol, nem engedik a rendőrök. És föntről folyamatosan fújták rám a könygázt. Hát jóformán semmit, a sprétől jóformán semmit, arra koncentráltam, hogy fuldoklok, vízre volt szükségem, ennyit tudok.